Ez a film, ez egy lenyomat, egy leképezése annak, amiben élünk, tehát egészen a tetejétől a legaljáig, különböző társadalmi rétegeken keresztül egy ilyen tabló, és ezt dobja ki a film. Én nem tettem bele véleményt, hanem próbáltam megnézni azt, hogy ezek a szituációk, amik a filmben vannak, azok kb. Hogy történhetnek ma meg Magyarországon. Az egész film megszületésének a gyökeréből fakad, az, hogy a filmtett táborban én csináltam az ottani színész csoporttal egy ilyen színész gyakorlatot. Rájuk írtam meg bizonyos jeleneteket, abból amilyenek ők. Összegyűjt egy csomó karakter, és akkor ezeket a karaktereket elkezdtem párosítgatni ott a filmtett táborban, ott a helyszínen meg is írtam ezeket a jeleneteket. Fel is vettük talán az utolsó egy-két napon, meg is vágtuk, be is mutattuk akkor, ez egy ilyen 30 perces anyag lett. És ennek a nagy része szinte ugyanúgy benne is van a filmben, újraforgatva. Ebben nem volt semmiféle tudatosság, hogy ez most én a társadalmat próbálom így körberajzolni, hanem tényleg a karakterek, vagy azokból a szereplőkből indultunk ki, és picit úgy benne volt a fejemben, hogy ezt én elhelyezném ebben a közegben, abban a közegben, akkor ez így lehet, hogy a társadalmat is fogja jellemezni, de nem volt ez nekem ilyen célom. Megláttam benne a lehetőséget, és tudatosan még hozzá válogattam olyan jeleneteket, amik ugyanígy a hétköznapokban történtek, de valamilyen oknál fogva nagy társadalmi visszhangot keltettek, tehát bekerültek mondjuk a médiába. Ilyen volt mondjuk a Me Too történet, vagy ilyen a Gulyás Marcinak a festék szórós története. És lássuk azt, hogy ezek is tulajdonképpen ugyanolyan hétköznapi történetek, és ugyanígy meg lezajlanak egyébként, lehet, hogy több száz ilyen eset egyébként, csak személyes sorsok ezek is. És ezek így össze lettek kapcsolva a valójában láthatatlan vagy szürke zónában zajló történésekkel, hogy érezzük azt, hogy ez egy dolog, egyben vagyunk. Tehát ezek egy időben, egy térben történnek ezek az események, és ez a mi világunk, ez a mi országunk, vagy társadalmunk. Én alkalmazkodom ahhoz, amiben élünk, és amiben élünk, az mindig nyilvánvalóan egy dialógus társadalom mond valamit, én pedig nekem erre reagálnom kell. Nekem van egy értékrendem, és hogyha azt elkezdem elveszíteni, akkor nagyjából mindent elveszítettem. Tehát ezek, amiket én csinálok, az értékrendemből fakadó reakciók a társadalmi mozgásokra.